Az orosházi bogászói lovaspályán vagyunk. A mostani rendezvényen először mutatkozik be a nemzeti vágta előfutama. Úgy gondolom, ez egy különlegesség, egy kuriózum, hisz itt Orosházán még ez nem volt látható. Nagyon örülök, hogy Orosháza rendezhette meg ezt a rendezvényt. Mindenki úgy gondolom, hogy örül és várja, hogy mi lesz a verseny eredménye. Ki fog bekerülni Budapestre a főversenyre. Szeretném, hogyha ez a rendezvény több alkalommal is majd Orosházára jönne, és itt történnek meg az előfutamok. Remélem, hogy az időjárás, a hangulat továbbra is ilyen jó marad. Rengetegen jöttek ki, most igazán megmutatkozik, hogy mennyien érdeklődnek, és mennyire szeretik az emberek a lovasportot, főleg itt Orosházán, ahol nagyon nagy múltja van. Minden évben, augusztus 20-a elképzelhetetlen volt lovasbemutató és lóverseny nélkül. Orosházának, ennek a pályának 52 éves múltja van, és augusztus 20-án minden évben lóverseny szervezés, lóverseny megrendezésre került sor. Gyerekeknek ugrálóvárak, arcfestés, akármilyen gyerekműsor, minden ingyenesen, lovaglástól kezdve, ami gyerekekkel kapcsolatos, leköti a gyerekeknek a figyelmét, ez minden ingyen lehetett csinálni. És minden környékbeli lakosnak ez egy ünnepi szórakozás, hogy Orosházán nemzetközi vagy most nemzeti vágtával egybekötött lóverseny van. Gyerekkorom óta űzem a lovaglást. 5 éve Dunakeszi alagon lovagolok a tréningtelepen. Tavaly óta vágtázok, tavaly sikerült nyernem Kecskeméten. Nemzeti vágtán sajnos nem tudtam úgy szerepelni, ahogy szerettem volna a lovam sérülése miatt. Idén megpróbálom még egyszer.